Aki sűrű megfordul autószalonokban, már hozzászokhatott a csiszolás hangjához. Az ilyen helyeken dolgozóknak ugyanakkor napi több órában kell elviselniük az ezekkel járó hanghatásokat. Ezek a szakemberek már évek óta ezzel foglalkoznak, csütörtökön pedig mestervizsgájukat teljesítették ebben a nyíregyházi autóházban a szakmai továbblépésük érdekében. 24 éve dolgozom a szakmában, és eljutottam arra a szintre, hogy megcsináljam ezt a mestervizsgát. Ezt köszönhetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamarának. Ismerősökön keresztül jutottam el arra, hogy mestervizsgát lehet tenni az idei évben. Ennek nagyon örültem, mert a vállalkozás, mivel tavalyi évben indítottam el, és szükséges ahhoz, hogy az ember tovább tudja folytatni ezt a szakmát, mert követelmény, illetve a szakmai tudást átadni annak a fiatalságnak, akik mögöttünk vannak, és ezt a szakmát akarják csinálni. Az 5 jármű fényező és 9 karosszéria lakatos gyakorlati vizsgáját egy szóbeli megmérettetés követte, később pedig még pedagógiai és vállalkozási ismereteikről adnak számot. Ezek sikeres teljesítése kell ahhoz, hogy mesterekké váljanak a szakmájukon belül, amire a kereskedelmi és iparkamarán keresztül van lehetőség. A Szabolcs megyei kamara, és mint általában az összes többi kamara nagyon fontosnak tartja, hogy a hiány szakmában lévő szakemberek minél több számban jelentkezzenek, hiszen tudjuk, hogy egyre kevesebb a szakember, az elismert szakember, és ezért támogatott mesterképzéseket is szoktunk indítani. 2019-ben egyébként 20 főnek ad lehetőséget a Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, úgyhogy idén több szakmában is fogunk még mesterképzést indítani, illetőleg más szakmákban is zajlanak jelenleg a felkészítések, valamint a mestervizsgák megszervezése. Idén összesen 60-70-en szerezhetnek mesterlevelet 8-10 szakmában, köztük például autószerelők, fodrászok, kőművesek, szakácsok és villanyszerelők.